Bár az elmúlt évtizedek alatt szerencsére nem fordult elő olyan katasztrófa helyzet, ami komolyan veszélyeztette volna a nagymúltú céget, minden eshetőségre fel kell készülni. A Gyulahús Kft. Esetében az egyik legjelentősebb veszélyforrása egy esetleges ammónia mérgezés, ami egy olyan katasztrófa helyzetet eredményezhet, ami nagyon súlyos következményekkel járhat, nem csak az üzem dolgozói, hanem a környező intézmények számára is. A cég profiljából adódóan nagy mennyiségű hideg energiát használ, melyet ammóniás hűtőrendszerekkel állítanak elő. Itt az egyik legnagyobb veszélyforrás, ha ez a levegőbe kerül. A Gyulahús Kft. Rendelkezik mindkét üzemének esetében úgynevezett súlyos káresemény elhárítási tervvel. Az ebben leírtakat, a célokat az elmúlt időszakban jó részt megvalósítottunk. Olyan beruházásokat hajtottunk végre, amely nagy mértékben fokozza az üzembiztonságot, illetve a balesetek kockázatát csökkenti. Ha az ammónia mérgezés nem csak az üzem területét érinti, akkor nagyon fontos, hogy az érintett minél hamarabb értesítve legyenek. Hogyha oly mértékű baleseti esemény következik be, ami az üzemi területen túlmutat, tehát a képződő ammónia gázfelhő úgy terjed, és olyan nagy méretű, hogy a környező lakosságot, illetve az intézményeket veszélyezteti, abban az esetben egy értesítési rendszeren keresztül riasztani kell az intézményeket és a környező lakosságot. A tanácskozás egyik legfontosabb célja az volt, ha mégis bekövetkezne egy ilyen helyzet, akkor mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga. Ilyen esetben a város vezetése is megkezdi az azonnali intézkedéseket. Hogyha ez a veszélyhelyzet bekövetkezik, akkor a Gyulahús Kft. Igazgatója jelzi nekem. Én összehívom a polgármesteri hivatalba az operatív irányító törzset, a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, mentőszolgálat és járáshivatal is minden olyan fontos szerv részvételével, akinek feladata lenne ilyenkor, és az ovális teremben a szükséges irányítási koordinációs tevékenységet végezzük, annak érdekében, hogy itt a területen a szakemberek a szükséges mentéssel kapcsolatos feladatokat el tudják végezni, és a veszélyhelyzetet elhárítsák. A tanácskozás végén a résztvevők megtekintették a katasztrófavédelemmel közvetlenül kapcsolatban álló üzemi területeket.